Az elmúlt 5 évben 9,4 milliárd forint értékben mindegy 2800 hitéleti, kulturális és oktatási célú program valósult meg kormányzati segítséggel, mondta el a helyettes államtitkár. Az új pályázati keret péntektől elérhető. A 2,1 milliárd forintos összeggel azt szeretnék elérni, hogy a közösségi élet tovább épüljön a városok és községek templomaiban és plébániáin. Ez egy olyan felhívás, amiben egyházú célú támogatásokra várjuk a kéréseket. Ez azt jelenti, hogy alapvetően két ága van ennek, két lehetőség van. Az egyik az közösségi célú programok, tehát olyan programok, amelyben a közösség megszervezése, hitéleti, kulturális, oktatási, közösségi programok, a másik pedig az ehhez kapcsolódó infrastruktúra, gondoljunk itt egy közösségi teremre, gondoljunk itt akár egy templomra is. A jelentkezést az egyházi jogi személyektől várjuk, tehát azoktól, akik alapvetően egyházak. Lehet ez bármilyen típusú egyház, község, vagy maga az egyházmegye az, aki jelentkezik. Erre a rendelkezésre álló keret ez valóban 2,1 milliárd forint. Az elmúlt években is volt ilyen típusú felhívás, ezek kisebb pályázatok. Az elmúlt 5 évben összesen 9,4 milliárd forintot költött így erre a kormányzat, több mint 2800 célt, pályázatot, illetve kérést tudott ezzel támogatni. Ami még fontos talán, hogy a határidő az 30 nap, október 16-áig lehet ezeket a felhívásra adandó kéréseket benyújtani. Az infrastruktúrális fejlesztések esetén 15 millió forint, programok szervezése esetén pedig 5 millió forint a pályázat felső határa.